Jól összetett és átgondolt videókat készítettek a gyerekek a rendőrség által hirdetett Képben vagyok a Kreszben elnevezésű pályázatra. Ez volt a tapasztalat a verseny lezárása után. A megmérettetés eredményét ma hirdették ki a Ceglédi rendőrkapitányságon. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon örültünk a videóknak. Több videó tartalmazott olyan közlekedési szabályt, ami nem mindennapi. Gondolok itt a vasúti átjáróban való közlekedési szabályokra, illetve kaptunk olyan videót is, amelyben a gördeszkás közlekedésről volt szó. Összesen 10 alkotás érkezett a pályázatra, ebből 6-ot díjaztak. Voltak természetesen olyan videók, amiben egy-egy pici hibát felfedeztünk, de voltak teljesen tökéletes videók, amelyek bizonyos szabályokat tartalmaztak. Összességében azt tudom elmondani, hogy a gyerekek felkészülten küldték el a videókat. Kaptunk olyan videót is, ami teljesen profi volt, mint az elkészítésben, mint közlekedési szabályokban is. Úgyhogy nagyon jó véleménnyel vagyok ezzel a pályázattal kapcsolatban, illetve bízok benne, hogy a gyerekek is büszkén és örömmel távoztak a Ceglédi rendőrkapitányságról a mai napon. Az első helyezést Huszár Hunor Zoltán videója érte el. A fiatal elmondta, milyen alkotást készített a pályázatra. Azután, hogy kell közlekedni, és ilyen videókat. Miért tartott fontosnak, hogy helyesen és megfelelően közlekedjünk? Hát, hogy elkerüljük a baleseteket, és vigyázzunk magunkra. És mit szóltál ahhoz, hogy a versenyen most első helyezést értél el? Hát nagyon örültem. Hunor a videójához családtagjait kérte segítségül, így ők szerepelnek az alkotásban. Szia! Vedd le a fülhallgatót és a kapucinét. Ne telefonozz, rakd le a telefon. Nézz körül balra, jobbra, balra, és át. Okay. Hunor mobiltelefont nyert a pályamunkájával, illetve egy oklevéllel is jutalmazták. A többiek is értékes ajándékokat kaptak, volt, aki tablettel, valaki pedig hangszóróval térhetett haza. A pályázat nem titkolt célja, hogy a fiatalok felelevenítsék az elmúlt években tanult közlekedési ismereteiket, illetve hogy a helyes közlekedésre hívják fel a figyelmet.